úgy kerültünk ide, hogy Amonit el kellett költöznünk, felszólítottak a rendőrök, meg a köztelesek, és közteletesek hoztak át bennünket kocsival ide. A polgárőrök, a rendőrök, és a köztelesek, meg a mátaiak. Tehát ez a négy szervezet volt az, aki idehozott bennünket. Két hét után meg az a felszólítás, hogy menjünk el innét. De megkérdem én az embereket, hova menjünk ilyenkor télvíz idején? Nem tudom, hogy kinek van problémája, vagy nem tudom. Itt nappal is csend van, este is, nem tudom. Valaki, meg nem tetszik, hogy itt vagyunk. Itt berendezkedtünk normálisan, tisztaság, rend van. A szemetünket megoldottuk, hogy a Prizmához átvihessük. Megvannak a szerszámok, hogy vécét tudunk csinálni, mert azt is kaptunk segítséget. Úgyhogy meg tudjuk oldani a problémákat, hagyjanak minket ékével. Szóval nem lehet, hogy havonta kétszer-háromszor itt vándorolni. Ez nem munka. Na most én tisztában vagyok azzal, hogyha minket innen el akarnak rakni, az bírósági végzés kell. És ilyen papírt vagy valamit nem hoztak egyáltalán, akkor megkérdem én, minek mozduljak. Nem fogunk mozdulni. Maradunk itt, ahol vagyunk. Hogy még aludni se tudok már 3 napja, mert állandóan ijába az ember nem tudja az agyából kivenni, hogy mi lesz. Állandóan, mint a málhás szamár, megint cipeke, majd meg szakad. Kezdődik a hajléktalanság, hogy megszűnik a munkahely, nem tudják fizetni a rezsit, a családok szétbombolnak, kirakják az utcára őket, és így lesznek hajléktalanok az emberek. És ez minél több. Hát nem úgy, hogy már a hónapra egy-két ember, hanem több család kikerül az utcára. Így kezdődik a hajléktalanság, és akkor mellette minket meg áldon cseszegetnek, hogy menjünk ide, menjünk oda, nem hagynak békébe, akárhova megyünk. Ennyi az egész.